Ez a jármű a papírok szerint több raklap víztisztítót szállított Romániából. A valós rakomány azonban ennél sokkal értékesebb volt, 425 ezer doboz megközelítőleg 500 000 000 forint értékű adózatlan cigarettát rejtett a raktér. A kamion sofőrjét házi őrizetbe helyezték, orgazdaság és magánokirat hamisítás miatt folyik nyomozás az ügyben. Az elmúlt időszakban azonban többek között 15 tonna dohánylevél is fennakadt a rostán, tájékoztatta televíziónkat a NAV Észak-Alföldi bűnügyi igazgatóságának vezetője. A pénzügyi nyomozókat egy korábbi büntetőjében lefoglalt mobiltelefon vezette nyomra. Ezen mobiltelefont egy illegális fogyasztási dohány ellátó üzemben foglalták le kollégáim. Kiértékelése során olyan videófelvételt találtak rajta, melyen egy mezőgazdasági csarnok volt található, illetve gyanúk szerint éppen szállított dohánylevél kiszolgálása történt illegális módon orgazdáknak. Ezen helyszínt, illetve települést kollégáim beazonosították, megállapítását, hogy a gyanúk szerint a Skáló Semmény településen található. A napokban házhatást tartottunk az említett ingatlanon, ahol a felvételen található csarnokban 15 tonna dohánylevelet találtunk szállított formában, 146 darab papír kartonban elhelyezve. A levelek fekete piaci értéke megközelítőleg 15 millió forint, azonban ha az feldolgozva került volna forgalomba, akár 280 millió forint adóhiányt is okozhatott volna a központi költségvetésnek. A pénzügyi nyomozók az M3-as autópálya Görbeházi térségében is megállítottak egy járművet, az autóban 16 millió forintnyi több mint 14,5 ezer doboz adójegy nélküli cigarettát és meg annyi kulcscsomót találtak. Ezek közül az egyik egy debreceni garázshoz tartozott, ahol további 18 ezer doboz cigarettát és több mint 1 tonna fogyasztási dohányt találtak.